Már állítják össze a feladatokat a pályaorientációs kalandőrület nevű diákvetélkedő szervezői. A játékot 2005-ben rendezte meg először a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Tamási Vályi Péter szakképzőiskola. A program során a szakképzés iránt érdeklődő 6 fős 8. osztályos csapatoknak leleményes logikai feladatokat kell megoldaniuk rendhagyó módon. Idén a versenyen 9 Tolna megyei és 1 Baranya megyei csapat vesz részt. A szervezők célja, hogy a verseny által népszerűsítsék a szakképzésben rejlő lehetőségeket. Ez egy olyan online játék lesz, ahol a szakképzési centrumunkban választható szakmákat szeretnénk kicsit bemutatni, közelebb vinni a 8. korosztálynak, akik pályaválasztás előtt állnak. A verseny reggel 8 és délután 6 óra között zajlik majd. A 6 fős csapatok a saját lakóhelyükön oldják majd meg a feladatokat, az eredményeket pedig az interneten küldik be a bíráknak. Az aktuális állásról napközben folyamatosan beszámolunk mi is a televízió Facebook felületén. A verseny a Tolna megyei foglalkoztatási paktum részeként valósul majd meg. Az ötlet abból jött, hogy a foglalkoztatási paktumon belül konzorcium partnereinkkel normál években, mint a megelőző években, ebben az időszakban mindig a végzős 8-osoknak pályorientációs pályaválasztási fórumokat szoktunk szervezni, aminek nem titkolt célja az volt, hogy a végzős 8-os fiatalokat ösztökéljük arra, hogy válasszák a szakképzést, az új szakképzési törvény adta a lehetőséget kihasználva egy ilyen életpályát valósítsanak meg, ami ugye mondhatjuk köszönő viszonyban sincs a korábbiakban, hiszen itt, aki szorgalmas és akar tanulni a szakmaválasztás és a szakmatanulás mellett, akkor egy felsőfokú végzett technikumot és felsőfokú végzettséget is tud szerezni. Na most ezek a rendezvények, amit nem csak mi, hanem ugye más fórumokon is zajlottak minden évben hagyománynak megfelelően, a továbbtanulás érdekében, ezek most a vírus miatt nem valósulhatnak meg. A szervezők célja, hogy a szakmákat ezáltal tegyék népszerűvé a fiatalok számára, ezzel biztosítva a megfelelő szakember utánpótlást, ami által erősíthető Tolna megye gazdasága. Húzós lesz, mert reggel 8-tól este 6-ig tart, komoly díjakkal és hát jutalmakkal a nyerőknek, illetve a résztvevőknek. A pályaválasztási kalandőrület nevű versenyre tehát december 16-án szerda reggel 8 és este 6 óra között kerül sor. Az eseményekről pedig napközben folyamatosan beszámolunk televíziónk Facebook csatornáján.